2023 őszétől kezdődően egyre gyarapodó számban jelentkeztek a rendőrségen olyan sértettek, akiknek esetenként több százezer forint értékű lezárt kerékpárját vagy elektromos rollerjét lépcsőházból, biciklitárolóból, étterem teremmelő lopták el ismeretlenek. A rendőrök minden esetben szemlét tartottak, adatokat gyűjtöttek, kamerafelvételeket elemeztek. A helyi járőr ellenőrzötte egy 29 éves fiatalembert, aki egy elektromos rollerrel közlekedett. A férfi elmondta, hogy nem sokkal az elszámoltatása előtt tört fel egy garázs társával onnan lopták. Gyorsan elszámoltatták a bűntársát is. Mindkettejüket előállították a szolnoki rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki őket. A rendőrök 11 vagyon elleni bűncselekményhez kötötték a 29 éves férfit, melyből kettő társával követett el, míg egy lopást a 18 éves fiatal egyedül hajtott végre. Az idősebbik férfi nem csak két kerekűekre specializálta magát, az áruházi lopásokat se vetette meg. A nyomozó hatóság a gyanúsítottakat őrizetbe vette, és kezdeményezték letartóztatásukat.